Isten kegyelméből, az az, hogy mi Krisztus szíve az elveszettek felé, jó? Erről fogunk egy kicsit beszélni ma. Úgyhogy atyánk, én is imádkozok ezért, hogy jelen meg itt köztünk, hadd tapasztaljuk meg a szeretetet, hadd tudjuk elfogadni most is, és ahogy hazamegyünk a hétköznapjainkba. Jézus, te add, hogy azért, hogy ne legyen ilyen rideg, vallásos élet, ne megszokásokból, ne csupán elméletből álljon, hogy tudjuk, hogy te szeretsz, hanem megéljük, megtapasztaljuk azt, hogy végtelen forrás, végtelen óceán a te szereteted. És hadd gyökerezzünk ebbe bele, Jézus, tőleg hiszem, hogy ez az egészséges keresztény életnek az alapja, hogy a te szeretetedbe belegyökerezünk és elfogadjuk napról napra. Tényleg erre van szükségünk, hogy mondta a Csárgy, és csak Uram, imádkozok azért, hogy ez legyen mindenkinek valóság az életében, hogy ne csak gondolatok, ne csak beszéljünk erről, hanem tényleg azt tudjuk mondani, hogy átéltem, megtapasztaltam, tudom milyen, és ez egyre nagyobb mértékben, Uram, én ezt kérem az én életemben, és csak azért imádkozok, Uram, hogy ahogy eddig szolgáltál most felénk, csak kérlek, hogy bátoríts tovább minket, és hadd értsük meg a te szívedet, hadd tudjunk azonosulni, hadd tudjunk fölbátorodni, Jézus, és te vagy képes egyedül tüzet gyújtani a mi szívünkbe. Tehát te vagy képes így fölkavarni minket, és az a vágyunk, ahogy az emmausi tanítványokkal beszélt Jézus, és fölgerjedezett a szívük, csak most tedd ezt velünk is, Uram, hogy ne maradjunk ugyanolyanok, ne maradjunk szárazak, hanem áztass el minket a te szereteteddel, és ne maradjon egy oltár se a szívünkbe tűz nélkül, hanem minden szívben gyulladjon meg az a tűz, Jézus, ezért imádkozok, hogy tényleg valósan te munkálkodj itt közöttünk. Amen. 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 Hogy hadd olvassam föl nektek, jó, egy igerészt. Máté 18-ból. Máté? 18. Tizenegyestől, jó? Az ember fia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Oké? Okay? Tehát Jézus leírja a küldetésének a célját, a projektjének a célját, hogy miért lett emberi, hogy mi az oka, hogy az Isten, a Teremtő Isten testben eljön a Földre. Jó? Hogy mi az oka ennek? Elmondja. Azért jött, hogy megmentse azt, ami elveszett. Mit gondoltok, ha egy embernek 100 juha van, és eltéved közülük egy, vajon nem hagyja ott a 99-et a hegyekben, és nem megy el megkeresni az eltévedtet? És ha megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyi atyátok sem akarja, hogy elveszen egy is a kicsinyek közül. Jó? Tehát ez Jézus szíve. Ez nagyon nyilvánvalóan lelepező, hogy Jézusnak mire dobban a szíve. És csak erre gondoltam, hogy egyszerűen lehetetlen kereszténynek lenni, anélkül, hogy izgatott lennie az elveszettek felől. Oké? Okay? Ez egy fontos mondat. Lehetetlen anélkül kereszténynek lenni. Tudod, mit jelent kereszténynek lenni? Tudom, hogy ezt párszor mondtam már, de hadd erősítsem meg, jó? Beírom, én csináltam ezt, beírom van ilyen, hogy a magyar értelmező kézi szótár talán online beírod Google-ba, mit jelent az, hogy keresztény, és kiírja neked, hogy Krisztust követő. Igazából ezt jelenti, amikor valakit kereszténynek hívtak ebbe a korba, azt jelentette, hogy ő Krisztusi ember, olyan, mint Krisztus, úgy él, mint Krisztus, őt követi, ő a tanítvány és a mester követi, jó? Ezt jelenti kereszténynek lenni, hogy Jézus szíved dobog bennünk. Jézusnak a gondolatai, a mi gondolatainkkel válnak egyre inkább. Egyre inkább az foglalkoztat, az motivál, ami Jézus motiválja. Úgyhogy Jézus Krisztus ezért jött, jó? Hogy megmentse azt, ami elveszett. És tudod, ezt olvastuk ezt az igerészt, azt gondolom úgy, mint hogy igen, én vagyok az elveszett. Ugye? Én vagyok az egy, aki eltévedtem. És aztán, ahogy elfogadjuk Isten szeretetét, ahogy egyre inkább megszilárdulunk ebben, megerősödünk ebben, egyre inkább úgy fogjuk olvasni, hogy oké, én már ott vagyok a 99-ben.
engem megtalált az Isten szeretete, elért engem, megragadott engem, behozott az ő nyárgába, és most tudod, vannak elveszettek még ebbe a világba, és nem vagyok érdektelen ezzel, nem törődöm ezzel, hanem tudod, a pásztor ezt teszi ma, a pásztor ezt foglalkoztatja ma. Ugye beszéltünk a csütörtöki alkalmakon erről, hogy Istennek egy nagy projektje van ma. Okay? Nem az EU-t építi, nem valami vállalkozást, nem a mennybe csinál valamit, ami nagyon izgalmas, hanem Isten ma a Földön csinál valamit, ami nagyon izgalmas, jó? És ez az egyház, ő ma az egyházat építi, Máté 16-18, én fölépítem az egyházamat, és a pokókapu is diadalmaskodnak rajta. Oké? Okay? Isten és a teljes szent háromság ma az egyházat építi, erről beszéltünk. Oké, okay, és az egyháznak az építése igazából két ilyen rész folyamatból áll, jó? Ugye, hogy az építkezésen van több ilyen folyamat, részfolyamat, ugye alapozás, falak, tető, stb. Tehát igazából az egyház építése két ilyen részfolyamatból áll. Az egyik az, hogy a hívők megszentelése, a 99, és az elveszettek elérése. Oké? Okay? Így építi Isten ma az egyházat. Minket megszentel, halljuk az ő igéjét, bölcsességét, tanítását, elfogadjuk az ő szeretetét, és formálunk a Krisztus képmására. Jó? És aztán Jézus Krisztus együtt munkálkodunk és elérjük az elveszetteket. Oké? Okay? Mert Isten úgy döntött az ő bölcsességében, hogy nem az égre írja ki, hogy hi emberek, szeretlek titeket, kérjetek meg. Tehetem volna ezt, nem? Vagy elküld egy angyalt. Oké? Okay? És egy angyal emberi formában járkáljon. Békés Csaba, Szeged, Budapest, New York, és hirdeti az evangéliumot. Lehet, hogy hatékonyabb lett volna, nem? Tehát egy angyal, mi olyan kicsit bénácskák vagyunk néha. De Isten úgy döntött az ő bölcsességében, hogy azok által ment meg másokat, akik szintén megmenekültek. És ez gyönyörű szerintem. Ez csodálatos. Hogy én azért teszem, nem azért mert kötelező, hanem mert elfogadtam Isten szeretetét. Mert én is ott voltam az elveszettek között. Én is ott voltam fölakadva egy kis bokorra és bégettem. És egyedül voltam, magányos voltam, teli voltam sebek. És jött a jó pásztor, a vállára vett és bekötözte a sebeimet. Behozott egy családba, és most családban vagyunk. És annyira jó itt lenni, nem Isten családjába, Isten nyájába. 95-ös Zsoltár ezt mondja, hogy mi a legelőjének juhai vagyunk. Oké, okay? Mi vagyunk Isten nyája. És aztán vannak elveszettek a világban. És Isten ma ezt teszi, hogy ő elér embereket rajtad keresztül. Oké? Okay? Ezt Jézus teszi, de rajtad keresztül. Ugye értem, nélkül nem tud elérni embereket. Ha te nem mozdulsz, hogy nem tud elérni embereket. Mert Jézus rajtunk keresztül akar munkálkodni. És figyelj, ő szenvedélyes az elveszettek felől. Úgy értem, neki lobog a tűz a szívében minden elveszett ember felé. És csak lehetetlen Istennek közösségben lenni, anélkül, hogy erre nem vagy bátorítva. Nem tudom, hogy tapasztaltad ezt. De én, ha Istenhez megyek, ott vagyok a Szentek Szentjébe, először azt hallom, hogy szeretve vagyok, és aztán azt hallom, hogy kivegy el nélkül. Ugye? Mint Ézsaiás 6-ban. Olvassátok majd el, Ézsaiás találkozik Istennel. Úgy értem, amiről Csári beszélt, le van döbbenve, meg amit te mondtál Zoli most a kocsiban, és amiről ugye bizonyságot tett, hogy Zoli találkozott Istennel, Isten szabadításával. És ezt nyilván mindannyian megéltük, ugye? Hogy a szemeinkkel láttuk Istent, mint ahogy Jób mondja. Eddig hírből hallottam, de most szemeimben látlak téged. És ezt megéljük, és azt mondom, hogy napról napra nem, és egyre intenzívebben, egyre erőteljesebben, egyre éhesebben vagyunk rá. És ez történik, tudod, látom Isten dicsőségét, és azt hallom, hogy megvan, bocsájtva a te bűneid. Ugye? Mert először fölkiáltunk, hogy jaj, nekem elvesztem, mert bűnös vagyok. Mert Isten jelenlétében világosságra kerülnek az én nyomorult bűnös tetteim, nem? És oké, nekem Isten kegyelmére van szükségem. És elfogadom Isten kegyelmét. Megtapasztalom az ő helyreállítását. Megtapasztalom, hogy az ő szeretete kiárad az én szívemben, Róma 5-ben, ugye? Róma 5-öt, ahogy mondjam, a Szent Szellem pedig kitölti a szívünkbe az Isten szeretetét. Ezt mondja, megtapasztaljuk valósan, amit mondott a Csári. Ez nem elmélet, erről nem prédikálunk, ezt éljük meg. És ha nem éled meg, nem tapasztalod, vagy végig tapasztaltad, akkor neked szól a bátorítás. Menj a kegyelem királyi székéhez, királyi trónjához. Mert Isten ki akarja neked is önteni az ő szeretetét. Azt akkor, hogy megtapasztalta is. És ezt fogod tapasztalni, mint Ézsaiás, hogy kegyelemre szorult ember vagyok, és elfogadom, és fölépülök, nem? Fölépülök Isten szeretetébe. Ja,
erre vártam, tényleg enélkül nekem nincs életem, János 15-ben. Ugye azt mondja, hogy maradjatok a szőlőtön. Ezt jelenti, Isten szeretetét elfogadom, Isten szeretetében maradok. Isten szeretete nélkül lehetetlen bármit Istennel, Isten országában, Isten akaratában. Egyedül a szőlőtől maradva tudok gyümölcsöt teremni, de aztán amikor ott van Isten szeretete az életemben, akkor azt fogom hallani, hogy kimegyen el nélkünk. Oké? Én csak ezt tapasztalom, nem tudom, te hogy vagy vele. Én ahogy Istennel vagyok, utána hallom mindig a hangot, hogy igen, én szeretem az elveszetteket. Igen, én akarlak téged használni. Igen, nem csak neked akarom ezt adni, hanem azt akarom, hogy ez átfoljon rajtad. Hogy rajtad keresztül másokat is megáldjak. Oké, ezt jelenti a hívő élet. Áldottak vagyunk és áldássá leszünk. Milyen egyszerű, nem? Áldottak vagyunk, elfogadjuk Isten áldását az életünkre, és önző módon nem megtartjuk, hanem áldássá válunk mások számára. Isten szeretett, elfogadjuk és továbbadjuk. És annyira csodálatos ez. És annyira ez a vágyam, hogy minél inkább ez formálja Isten bennünk. Jó, mert ez tudod, olyan, hogy... Oké, szerintem egy nagyon jó kép a Titanicnak a története. Hányan ismeritek? Az, igen, úgy gondolom, hogy egy negyed van mindenki ismeri. És ott figyelj, kétféle ember volt. Meséltem ezt a sztorit? Oké, ahogy elindult a kikötőből a hajón, ugye az volt ráírva a Titanicra, hogy ezt a hajót Isten se sűrűzheti el. És nagyon sokan voltak rajta. És aztán ugye elsüllyedt a hajó. És ki volt írva két tábla a kikötőben, ahonnan elindult a Titanic. Az egyik tábla ki volt rakva, hogy megtalált, másik táblára elveszett. Oké? És föl voltak írva az emberek nevei. És mentek a rokonok, a szerettek, és nézték, hogy az ő rokonának, vagy szeretnének a neve melyik táblán van fönn. Oké? És ez van a mennyben. Jó? A mennyben két tábla van. Elveszett és megtalált. És Isten így gondolkodik az emberekről. Nem bibliaszólos, nem hídgyűlis, nem baptista, nem katolikus. Elveszett vagy megtalált. És oké, és ahogy megmenekültünk, csak így gondolkodtam ezen, hogy Isten szeretete volt a mentőcsónak, ugye? Mert megmenekültek emberek a Titanic elsüllyedésére. És hogy milyen önzőség lenne, nem? Hogy te benn vagy a mentőcsónakba, és aztán csak hagyod elveszni körülötted az embereket. Nem, mert ez ilyen normális. Hogyha én megmenekültem, akkor tud segítek másoknak, hogy minél kevesebben vesztenek el. És tudod, Isten ezt akarja velünk, hogy ahogy megszeretget minket, ahogy megéljük az ő szeretetét utána, gyulladjon fel a szívünkbe az, hogy hé, vannak még elveszett bárányok, hé, vannak még akik vergődnek. Oké, megmenekültem, de azért menekültem meg, hogy mások is megmenekülhessenek. És mit szólsz ez a gondolathoz? Hogy azért menekültél meg, hogy mások is megmenekülhessenek. És nem tudom, hogy vagy itt van, ha még nem menekültél meg, akkor ez a bátorítás, hogy kapaszkodj Jézus Krisztusban. Fogadd el Isten szeretetét. Ülj be a mentőcsónakba. Jó? És aztán ments meg másokat. Ez Istennek a terve ma a világban. És csak hadd olvassak fel egy részletek. Én annyira szeretem ezt. 2 Korintus 5, 14-15. 2 Korintus 5, 14-15. Mert a Krisztus szeretete szorongat minket. Mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, akiért ők meghalt és feltámadt. Érted már? Krisztus szeretete, hogyha szorongat téged, ez fogja eredményezni. Hogy oké, nem önmagamnak élek. Nem önmagamért menekültem meg. Azért menekültem meg, hogy most Istennek éljek. Hogy menjek és a pásztorral együtt keressem az elveszetteket. Oké, és csak annyira szomorú, amikor valaki, egy bárányka, egy hívő már meg van találva. És aztán nem az, hogy ő az, aki menne a pásztorral segítene, hanem mindig ő kóborul el utána, nem? És csak nem akarsz ilyen hívő lenni, hanem azt akarod, hogy megerősödsz a pásztornál, és emlékeztek, beszéltem erről, hogy vannak báránykák, akik mindig elkóboroltak, és a pásztor odament is eltörte a lábukat, és aztán fölvette a vállára. És nyilván megszeredett addig, ameddig meggyógyultak. De el kellett törni a lábukat, mert önfejűek voltak. Mert mindig a saját utukra akartak menni. És tudod, csak ne legyél ilyen bárányka, hanem legyél egy olyan bárányka, aki közel vagy a pásztorhoz.
aki együtt mész a pásztor és keresed az elveszetteket, mert erre dobban a mesterőnek a szíve. És emlékeztek, mondtam ezt az igeverset, Lukács 6.40. Azt mondja, hogy a szolga nem nagyobb az ő uránál, és a tanítvány nem feljebb való az ő mesterénél. De azt mondja, de aki teljesen fölkészült, mind olyan lesz, mint a mestere. Oké, és ez a várakozásunk, hogy mindannyian olyanok legyünk, mint Jézus Krisztus. Ezt jelenti kereszténynek lenni. Az ő jelenlétében vagyunk, átformálódunk, és aztán mi is megyünk és elérünk elveszetteket. És csak így engedd, hogy Isten tüzet dobbantson, jó? Mert szörnyű látni, hogy hívők közömbösek tudnak lenni ebbe a témába. És Istennek nem ez az akarata. Istennek az akarata, hogy szíveden hordozd. Hogy ott legyen a szívedben az elveszettek. És tudom, hogy Isten mindannyiunkban ezt formálni akarja. És ne rendezz le azt annyi, hogy vannak evangélisták, Istenem vagy az. Isten téged is akar használni, pont ahogy Csáli mondta. Mert a szeretet az olyan, hogy túlárad. Oké, ez a természet az Isteni szeretetnek, hogy nem tud benned maradni. Amikor elfogadod, akkor ez csak ki akar jönni belőle. Oké? Olyan, mint egy slang, ami tudod, nagy nyomás van benne, és tudod, van egy kis lyuk rajta, és nem bírod benyomni, mert valahol ki fog jönni, érted? Ilyen Isten szeretete. És figyeljetek, csak hadd utassak egy jó verset, a példabeszédek 24.11. Most vettem új Bibliát, még kicsit új, meg kell szokni a lapot, hogy az oldalakat. Azt mondja, példabeszélek 24.11. Azt mondja, menj meg azokat, akiket halálra visznek. Ez bejelentett a Bibliát, ez szenzációs, én ki akarom írni a falomra. Példabeszélek 24.11. Azt mondja, menj meg azokat, akiket halálra visznek. És ne fordulj el azoktól, akiket a vesztőhelyre hurcolnak. Ez milyen durva, nem? Hogy ne fordulj el azoktól, akiket a vesztőhelyre visznek. Vágóhídra, másik fordítás így írja. Oké, hanem mentsd meg azokat. És Istennek ez a szíve, jó? Figyelj, ha gondolkodtál azon, milyen Isten, akkor hadd mondjam neked, hogy Isten misszionáros Isten. Ő a legnagyobb misszionáros. Ez dobban a szívébe. Te és az elveszettek. Oké, és Jónás könyve erről szól. Tehát Jónás könyve nem a szerencsétlen Jónásról szól, hanem Isten misszionáros szívéről szól. Hogy ott van Ninive, és kit küldjek el, és valakit el akar küldeni. És beszél arról, hogy mi mennyire alkalmatlanok vagyunk, nem? Hogy Jónás csak nem akart, hogy megmeneküljenek emberek. Jónás örült a kis töknek, ami kinőtt, azt árnyéknek a feje föl. Jónásnak eddig, és ez a hústestünkről beszél, jó? Mi annak örülünk, hogyha megy lejjebb a benzinára. Hagyjál meg, nem érdekel az elveszettek. Tőlem elveszettek. Ezt mondta Jónás, nem? Tudod, nekem van a munkahelyemben elég probléma. Tudod, ha egy kicsit jobb a fizetés, nekem ennyi elég Jézus. Nekem nem kell több. Nekem hagyjál végén. És tudod, Isten meg egy misszionáros Isten. Ő azt akar, hogy kimegyen el végül. Meg vagy mentve. Vannak még elveszettek. És csak engedd, hogy Isten ebben mozdítson. Engedd, hogy nyújtson téged, jó? Azt gondolom, hogy ebben kell, hogy nyújtva legyünk. Mert nem ilyenek vagyunk természet szerint. És ha Isten a Szent Szellem megszentelő munkája nincs az életünkben, akkor nem lesznek a szívünkön az elveszettek pont. Ha nem vagy Isten szeretetében, ha nem fogadod el Isten szeretetét, akkor nem leszel olyan ember, akit érdekel. Hanem elfordítod a fejedet attól, akiket a vesztőhelyre visznek. Oké? Okay? De ebben nem szabad közömbösnek lennünk. Ezért vagyunk a Földön, jó? Hadd mondjam ezt. Ha nem volna Istenek terve veled, már nem lennél itt a Földön. Ha nem volna az a terve, hogy érj el elveszetteket, akkor már nem volna itt a Földön. Istenek egy terve van. Megmentse azt, ami elveszett. Ezért jött Jézus. Ezt adta át nekünk. Tudod, hogy hívják stafétabot? Ugye? A váltófutásnál. Jézus átadta nekünk a stafétabotot. Elmondta, miért jött, és elmondta, hogy nekünk mi a dolgunk. Oké? És nem más. De nem arról van szó, hogy itt klubokat alapítunk. Jó, Békés Csaba egy gyülekezet nem erről szó, hogy jó klub, vasárnap meg csütörtökön összejönnek. Nem egy cél van, hogy a bárkába bevinni embereket, megmenteni embereket. Az elveszett embereket kihúzni a mocsárból. Mentsd meg azokat, akik, hogy mondja, mentsd meg azokat, akiket halálra visznek. Jó, és az ördög rám cigált embereket a pokolba. Jó, és nyilván látjuk ezt
dolgozik, és csak Isten nélkül miért ne állhatna föl, és miért ne imádkozhat emberkért. És tudod, mit szólsz ahhoz? Írj össze 5 embert, rakja a hűtőbe, és legyenek ott a szíveden, jó? Csak imádkozz értük, amikor eszedbe jut. Csak legyen 5 ember, aki a szíveden van. Tehát elveszett emberek, ott vannak körülötted, mindenki körülött vannak elveszettek, nem? Úgy értem, nincs olyan ember, akiket ne venne ő az életébe körbe, elveszettek. És csak én ezt tapasztalom, hogy annyira közömbös tudok lenni ezzel, hogyha a Szentlélek nem kavarja fel a szívemet. De tudod, ez csak fontos, Istenem fontos, nekünk fontos ez az elhívás a gyülekezetnek, hogy megmenteni embereket Krisztus számára. És figyelj, azt gondolom, hogy ez egy jó hőmérő, így az Isten való kapcsolatban. Ha nem vagy izgatott a misszió felől, ha nem vagy izgatott az elveszettek elérése felől, akkor valami baj van. Tudod, ez egy jó visszajelzés. Tudod, hogyha ez csak így nem mozgat meg most, amiről szó van, amiről beszélek, akkor vidd Isten elé, jó? Ez csak meg kell, hogy dobbantsa a szívedet. Ez ott van Isten szívén. A Szent Szellemnek eldobban a szíved. Jó, úgyhogy Isten mindannyiunkat akar használni ebbe. Isten mindannyiunkat szeretne nyújtani, és szeretne kiképezni. Efézus 4 erről szól, hogy Isten adott némeket apostolokból, tanítókból, profétákból, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére. Erről szól. Úgy értem, én nem másé vagyok itt, mint hogy felkészítsen titeket. Arra, hogy menjetek és érjetek el embereket. Erről szól a hívő életünk, ugye? És imádkozom Montenegróért, csak így ez a szívemben van, ahogy mondtad, hogy milyen jó van a gyülekezet szinten, csak lehetne egy missziónk, oké? Montenegró. Lehet, hogy csak imádkozom Montenegróért. Tudod, Montenegróban nincs túl sok evangélium gyülekezet. Értem? Nagy sötétség van ott, ugye? És szükség van hívőkre, szükség van gyülekezetekre. És mit szólnátok? Itt az Isten bármit tehet. Úgy értem, neki nincs lehetetlen. Imádkozhatnánk nagy szabadtáért, az ottani árvaházakért. Tudod, csak legyen ott a szívedem. Emberek, elveszettek, legyél álmodozó. Tudod, mit tehet Isten velünk, amikor odaszálljuk magunkat, amikor ezért dobban a szívünk, amikor gyülekezetként tudod, mozdulunk, és elérünk embereket. Jó? Úgyhogy ez jelenti egy olyan stárgyú élet. Oké, okay. János 15-ben. Az lesz az Atya dicsőség, hogy sok gyümölcsöt teremtek. És nekem csak ez a vágyam, hogy sok ember legyen ott a mennybe, oda jön hozzám, és megköszönöm. Köszönöm, hogy a bizonyságot tettél. Köszönöm, hogy nem rejtetted el a lámpást. Nem dugtad véka alá. Oké? Okay. És figyeljetek, csak így hadd zárjam ezzel, jó? Ez egy rövid üzenet. De csak ragad meg, jó? Vidd haza, imádkozz ezekért. Fordulj a szívedbe egy kicsit. Nem lehetsz közömbös. Vigyázz a szívedre, jó? Hogy ne legyél közömbös. Én azt gondolom, hogy ez egy hívőnek, a szellemi életének a hanyatlása. Onnantól indul, amikor nem lesz izgatott az elveszettek felől. Egy gyülekezet nem lesz soha egészséges, hogyha nincs a misszió a szívén. Hogyha nem ír el elveszetteket. Hogyha az evangelizáció nem működik a gyülekezetben. Oké? Okay? És tudom, hogy legtöbben nem ilyenek vagyunk. Sőt, természetesen nem ilyenek vagyunk. És egyikünk sem. Nem megyünk oda könnyen emberekhez, és bizonyságot teszünk. De hadd nyújtson Isten minket ebben. Amen. Egyetértetek ezzel? Oké. Okay. Remélem, hogy tényleg Isten egy nagy-nagy mértékű változást fog elérni mindannyiunk szívében, és bátorítani fog minket. Mert a várunk az, hogy előre menjünk Isten tervébe, Isten akaratában elérjünk embereket Békés Csabán, és nem akarunk lankadni, nem? A zsidók nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem a hitéjű életet nyerjünk. Nem fordulunk vissza, hanem előre megyünk. És lehet, hogy nehéz. Lehet, hogy sok próba van. Lehet, hogy nem látjuk mindig az eredményeket. De csak a szívünkön akarjuk ezt hordozni. És csak legyél egyszerű ebben, jó? És lehet, hogy még jó volna, hogyha bizonyságot tennél, csak egy pár gondolatban. Még van a szívemben pont. Oké, okay. Kijöhetsz akkor utána, csak egy jó, pár bizonyság. Okay.
Tudod, az, hogy tudod, annyira jól látni Charlie életében, és hogy tudod, nem csinálunk ebben egy bonyolult dolgot, úgy értem, csak szeretünk, Isten szeretetével bizonyságot teszünk. Figyelj, hogyha nem mondja egy utcán nem agrizálós, semmi gond nincsen. Nyilván Isten tud téged ebbe is nyújtani, de a környezetedben, akiket ismersz, akiket nap mint nap találkozol a munkahelyben, a családtagjaid, csak tudod, legyél bizgatott, imádkozz értük, keresd a lehetőséget, jó? Más egy ilyen szívvel élni a napjainkat, hogy keresem a lehetőséget, hogy Jézus hol tud megnyilvánulni, hol tudom lelepezni az evangéliumot. Ezt olvasd le 1 Péter 3-ban, azt hiszem 15-ös vers. Legyetek készen mindenkor számot adni a bennetek élő reménységből. Oké? Két lábon járó bizonyságtételek leszünk, hogyha Istennel megvan ez a személyes kapcsolatunk. Hogyha Isten szeretete ki van öntve a mi szívünkben, hogy kész vagyok bizonyságot tenni a bennem élő reménységről. Jó? Mert ez elevened él bennem. Tudod, ha valamiről így gondolkod sokat, akkor ez így csak kijön belőled, nem? Nem tudod ezt megtenni, hogy tudod, elég sokat, hogy ezen gondolkodsz, és itt nem is beszélsz róla. Én azt tapasztalom, hogy amiről gondolkodok, az jön ki belőlem. A szív teljességéből szól a száj, ezt mondja Jézus. Jó, úgyhogy a kulcs ez. Fogadd el Isten szeretetét. Menj oda a trónelé, ahogy mondta Charlie. Mint Ézsaiás. Fogadd el Istennek a megbocsátását, helyreállítását, tisztára mosását, és aztán fogadd el a küldetés számodra. Engedd meghallani ezt a hangot, jó, hogy kit küldjek el, hogy Istennek ki van a szívén, a környezetedben, kifelé akar használni téged, és legyél kész számot adni a benned élő reménységre, és lehetsz ebbe egyszerűen. Jó, és engedd, hogy ezen a területen növekedjél. Bár azt mondom, hogy a gyülekezetünknek ez a következő lépés, jó? És ezt határozottan akarom mondani. Ez a következő lépés számunkra. Úgy értem, legtöbben régóta az Úrnál vagytok, benn vagytok a nyájba, és ezen a területen úgy érzem, hogy kell emelkednünk. Jó, hogy a szívünkről legyenek, elveszettek, a misszió az, hogy csak behozni a nyájba elveszett báránykákat. És hadd mondjam, ez tele van békés csak elveszett bárányokkal. Úgy értem, nagyon kevés evangélium gyülekezet van. Nagyon kevés lehetőség van az emberek számára, hogy itt lássák Jézus Krisztust. Hogy megtapasztalják az ő valóságát. És Isten nem véletlen helyezett ide minket. Meggyőződésem. Ugye, lehetünk volna millió más helyen, de itt vagyunk Békés Csabán. És ez Isten akarta. Oké? És ő itt el akar érni embereket. Ez 100%-os meggyőződésem. És ehhez csak egy nagyobb hitbeli intenzitásra van szükség. Ehhez csak Isten szeretetének egy nagyobb kiáradására van szükség. Mindannyiunk életében személyesen. Nekem is, és neked is. Jó, és engedd, hogy Isten ebben adjon növekedést az életedbe. Jó, ha van egy pár gondolatod, nyugodtan gyere ki is.